Sziasztok! Gábor vagyok, és egy évvel ezelőtt novemberben voltam itt a HIMG klinikán egy hajbeültetésen. Hát ez körülbelül olyan 2-3 évvel ezelőtt már megfordult a fejemben, és úgy érlelődött egészen 2020 novemberig. Az az igazság, hogy elég sokat utána néztem az interneten, de nekem volt itt egy jó barátom, aki itt csinálta te szintén a hajbeültetését pár évvel ezelőtt, és ő ajánlott nagyon meleg szívvel titeket. Az én beültetésem az középen volt, illetve a forgó területére, tehát így az egész fej tetőmre. Nagyon-nagyon jó volt a beültetés napja, nagyon kedvesek voltak, és nagyon magas színvonalú ellátásban részesültem. Szerintem én a beültetés után olyan 3 hónappal kezdtem azt észrevenni, hogy már úgy növögetnek a hajszálak, különböző területeken erősebben, különböző területeken kevésbé, és utána olyan 6 hónappal volt az, hogy már úgy mindenhol elég rendesen nőtt. Én mindenképpen magabiztosabb vagyok, engem ez nagyon zavart, azért is csináltattam meg. Nekem gyerekkoromban nagyon-nagyon dús, hullámos hajam volt, tényleg ilyen elképesztően sok volt, és ahhoz képest meg ugye nagyon kihullott, úgyhogy azóta sokkal jobban érzem magam, és magabiztosan vagyok. Hogy tervezek-e még hajbeültetést, nehéz így válaszolni, elvilegben nem, de gyakorlatban gondoltam, hogy egy-két helyen még egy kicsit rá segítek a mostani eredményre, de még ezt nem tudom. Akik hajvesztéssel küzdenek, én mindenképp azt üzenem, hogy vágjatok bele, mert nekem legalábbis nagyon segített mind a magabiztosságomban, illetve ez egy örök eredmény. Tehát azt gondolom, hogy lehet, hogy nyilván van egy ára, viszont utána nem kell se gyógyszert szedni, se egyebeket használni, és ez az egyetlen, ami garantálja azt, hogy lesz valakinek haja.